Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a 4. rész 12. verséből. Légy példája a hívőknek hitben, tisztaságban. Légy példája a hívőknek hitben. Folytatja az apostol, hitben példának lenni legalább olyan nagy kihívást jelent, mint szeretetben példának lenni. Ha azonban hitünk Isten szeretetén alapszik, szeretetünk pedig hitből fakad, akkor mégis lehetségessé válik. Gyönge, sokszor megfakuló hitünkön keresztül megláthatnak valamit az emberek Isten szeretetéből. Abból a hitből, amit ő ad ajándékba, fakadhatnak olyan cselekedetek, amelyek valóban példák lehetnek. A hit mindig szabaddá tesz a szeretetre. A szeretet pedig erősíti a hitet, és másoknak való szolgálatra indít. A hit alapja Jézus áldozata. Hálából egész életünket neki szentelhetjük, nem kényszerből, hanem önként, hálából, szeretetből, Jézus megváltó szeretetéért. Ez hozza aztán magával a tiszta és világos látást az élet döntéseiben. Az igazi, jó, szeretetteljes közösségnek családban, munkahelyen, gyülekezetben, bibliakörben ez az alapja. Pál arra is figyelmezteti Timóteust, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Arra figyelmeztet, hogy szilárdan horgonyozzunk le az igazságban, különben elragadnak a tévejgések áramlatai. Azoknak az embereknek a 90%-a, akik valamilyen szektában kötnek ki, a nagy egyházakból származnak. Hogyan lehetséges ez? Azért, mert nem a Szentírás igazságára alapoztak. Kiben hiszünk? Miben hiszünk? Miért éppen ahhoz az egyházhoz tartozunk, amelyikhez elköteleztük magunkat? Ahhoz, hogy valóban példává lehessünk a hitben, időnként érdemes válaszolnunk ezekre az alapkérdésekre. Csak is hitből tudnak Isten szerint való cselekedeteink fakadni. Steinbach József püspök úr írja, a hit ereje ebben van, a földön járni és odafentre tekinteni. Csak a mennyre tekinteni rajongás, csak a földre tekinteni pedig hitetlenség. Szükségünk van Urunk bocsánatára, mert sokszor csak a földön járunk, és vagy önhittek leszünk, vagy csüggedők, vagy pedig a mennyet is a földre szeretnénk lehozni. Az élő vízzel kapcsolatba kerülve szomjúságunkat vele oltva élhetjük át a menny és a föld Krisztusi egységét. Aztán azt is írja, hogy légy példája a hívőknek tisztaságban. A tisztaság azt jelenti, hogy valami nem szennyezett. A szennyeződés vagy fertőzés, betegséget legrosszabb esetben akár halált is okozhat. Tiszta szív, tiszta gondolkodás, tiszta erkölcs, tiszta ítélő képesség. Aki hisz Jézusban, az előtt lelepleződik minden hamisság, nem tud és nem is akar tisztességtelen eszközökkel élni. Ezzel szemben Istentől kapott eszközökkel, Isten szerinti módon akar előbbre jutni. Tisztán élni az életet, tisztán élni a házasságban, megőrizni a tisztaságot az erkölcsi kérdésekben emberfeletti feladat. A mai világban különösen is. Timóteus fiatal volt és nőtlen. Nem volt könnyű helyzetben, mert nyilván voltak körülötte kedves, helyes, fiatal efézusi lányok. Az emberek pedig figyelték, hogyan él, mit cselekszik, hogyan viszonyul a másik nemhez. És mi? Mit gondolunk a másik nemről? Mit mondunk? Tiszta vagy szennyes a beszédünk? Mit lát rajtunk a következő generáció? A testi bűnök nem kerülnek el a keresztényeket sem, Pál ráadásul olyan mély erkölcsi zuhanásról ír a keresztények körében, ami még a pogányoknál is borzasztó lenne. Vajon az életünk botránkoztató, vagy bizonyságtevő? Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Másként fogalmazva, add át, rendelt alá gondolataidat Istennek. Ha ő engedélyezi azokat, akkor rendben vannak. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk rá minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, írja Pál a korintusiaknak. Foglyul ejteni a rossz gondolatokat, megvizsgálni őket az ige mérlegén, ez az élet, az örök élet útja. Példának lenni szeretetben, hitben, tisztaságban, beszédben,
Nem könnyű, egyenesen lehetetlen. Isten azonban lelkének erejével felvértez bennünket, hogy mégis meg tudjuk cselekedni. Szeretetteljes, hitben gazdag, tiszta életünk alapjához újra és újra visszatérve meríthetünk erőt a nehéz, de szép küldetés teljesítéséhez. Amen.